Üdvújfánk mindenkinek! Meg fogjuk nézni a magyarság vándorlását a genetika segítségével. A múltban történt vándorlásról van szó. A genetika pedig az árpádok apai ági öröklődésének a genetikája. Hiszen minden nép meghatározása a történelmi, történeti vezető rétegének a meghatározása lenne, önazonossága lenne, ezt örökölik át, ez az a hógó jó, ami elindul és lavina lesz belőle, ez a mag. Tehát esetünkben a Turul dinasztia apajági eredete. Az első képen az Erarp fa, Erarp 5 fa látszik, ugye a legalján Szent Lászlóval, harmadik Bélával és feltétlenül második Gézával, amit pedig pirossal aláhúztam, azok a, az ERARP mutáció, apajágról elköldött r elő mutációnak különböző lépcsőfokai állomásai. Ugye látjátok ezt az r 51 et ez például a baskíriai tartózkodás alatt mutálódott, hun eredetű, és ez lesz az a, ez az a hun őse az Árpádoknak, aki beérkezik majd a Kárpát-medencébe ugyanis ez az, ami közös a baskirokkal és a volgai tatárokkal, lett lévén, hogy ők azok a hunok, azoktól a hunoktól származtak, akik ott maradtak magna hungária területén. Aztán a következő lépcsőfok átugorva pár mutációt, ez az úgynevezett z 23 as lenne. Ez miért érdekes? Ez azért érdekes, mert ez volt az, amit először publikáltak Neparácki Endre. Nagy Péter és a többiek, ugyanis hát ez volt az ami Észak-Afganisztánban 4500 éve nagyjából mutálódott, illetve ma ott élő afgánokkal egyezik meg ez a DNS. Nyilván ezek az afgánok, ezek baktriai eredetűek genetikai értelemben apai ágon, tehát itt létezett egy kultúra, az úgynevezett mak vagy Bactria Margiana Archaeological Complex, mi ez az angol elnevezés, három összetevője volt etnogenetikailag ennek a maknak, az egyik, és domináns nyilvánvalóan mindig a helybeli, ez pedig az iráni földműves, ehhez beérkezett egy anatóliai földműves népesség, egész nyugodtan összekapcsolható Anatóliával, közel-kelettel, mezopotámiával ez a középázsai terület, ma észak-afganisztáni terület, ami például a csodaszarvas mondánkban is jelen van, ugyanis Nimrod Sinár földjén, aztán Nimrod Perzsiában, vagy éviládban ugye az észak-keletet jelent mezopotámiához képest, Bölcsés-Tormás Szabáltó-ászfali közlése, ugye a Zabalaszfal folyó és Szubartú területe észak-mezopotámia szintén. Tehát megvannak azok a genetikában is azok a vándorlási pontok, amik a kronikás hagyományban szint És a harmadik csoportja, csoportja ennek a maknak, ez a sztyeppei, nyugat-szibériai vadászokig megy vissza. Tehát ez lesz az, ami ez például ez az eredje a csoport is tartozik, hogy az Anatóliahoz a J2, A1 a egy A, hozzá hozzákapcsolatba Hát területén is elsőbben az a J1 mutáció lenne apai vonalon. Tehát itt a feltétlenül a Fergálna völgyben, ami egy kicsit baktériától keletre van, ide lehúzódott egy sztyeppei rokonsága bíró. Ezt tudják, hogy nyugat ö, szibériai vadász gyűjtögető népesség, de itt nem szibirid elemekre kell gondolni, hanem a jamnajával, meg az eredje haplocsoportot hordozó népességekkel, például a szintasta kultúra, a rokon csoportot. És ez, ez a haplocsoport az E21-23-as csoport az elegyen belül, ez bemegy Ázsiába, ahogy a B mak is bemegy Ázsiába, és nekünk, magyaroknak a szintasta mellett ez, ami érdekes a hunbirodalmon belül. Egyébként megfejtettem Török Tibornál a különbségtételt a hunok és a protougorok vagy protomagyarok között. Ő az ázsiai szkítákat tekinti protougornak, protomagyarnak nagyon helyesen. Viszont amiben téved, hogy a hunokat a Slabgrave népességgel azonosítja, a hunok is az ázsiai szkíták közé tartoztak. Tehát amikor protougorokról, protomagyarokról beszélünk, akkor a Sziongnum belül is megvolt az a csoport, ugye ez a pazirik, szaka, csoport lenne, tagár, kultúra. És hát ezek, ezeknek, ha megnézzük, akkor részben szintasta, részben bajkáli, bronzkori, ne neolitikus eredete van genetikai, meg hát ott van a B mak, minden esetben az afanaszjevó kultúra, ezek bajkálekat leszámítva mind európid, szkíta népesség. Tehát bennünket az ázsiai unokon belül nyugati, Unok, és azon belül ugye ezek a kapcsolódás felletek, Tehát nem nem lehet külön választani a protógort, protomagyart, meg az ázsiai szkítát, meg az ázsiai hunon belül az ázsiai szkít adalékot. Ez egy csoport. Ezt talán így, ha hallja kedves Tibor, akkor ezt a jövőbe így kellene közelülni. Aztán ugye hát visszafele menjünk, van ez az RZ93-as, ennek legősibb mutációját. Moldva területén találták, nagyjából 5000 éves, hát annyi nincs, de ahhoz közelít. Hát jövünk vissza, azt látjuk, hogy Sur 51 el kezdtük, az a volga Ural régió, a Baskírföld, vagy Magna-Ungária területe, visszakajnottunk az Ázsiai Humbirodalom területébe, onnan Baktriába, Fergana völgy, és vissza jutunk Európa irányába. A Z93 is ott mutálódott, és ez az, ami elterjed Ázsiába, illetve van ez az RZ645, ami azért nagyon érdekes, mert például a mezovszkaja kultúrában is megtalálták, ahol a emese, fejes, turul, füles turul ábrázolások vannak. Ez a félig andronovó, félig cserkaszkul kultúra, a mezovszkaja, ugye ez a magva a protógorságnak, ha úgy tetszik. Jó, most lenne egy következő ábra, Kliosovjéké, orosz genetika, 2019-es, na ez nagyon érdekes lesz most. Ugyanis itt a sarokban látszik egy színes ábra, egy ilyen zöldes-sárga karika, <coughs> eredja, a vándorlását mutatja majd, lépcsőfokait. Aztán van ez a bugyi rózsaszín, ez az Z645-ös, ez ugye azért érdekes, mert ez, ez, erről beszéltük az előbb, ez is az Árpádi családfám van, és utána majd a következő, ami érdekel minket, az a napsárga szín lenne, az lenne a Z645 és a Z93-as alcsoportja, mert ennek a Z645, ez három részre ágazik, egy pirosra is és egy zöldre is, de mi a sárgán megyünk át, mert az, az ami minket érdekel, hogy az Árpádok kapcsán, az már nem is foglalkozni most, tessék megnézni a térképen, hogy hol mutálódott a ruszkik szerint a Z645-ös Árpádi ős, hát kérem szépen itt hetes számmal 5900 évvel ezelőtt a Kárpát medencében, mégpedig Dunatisza köze tisztántul és Parcium területein. Miért nagyon érdekes ez? Mert Török Tibornak volt egy olyan kijelentés, hogy a magyar nyelv nem származhatott a Kárpát medencéből, dehogy nem. Csak nem a szibériai galaszanoktól kell eredeztetni a magyar nyelvet, amik egyébként a finnugor nyelvcsálló belül is egy különág, hanem tudomásul kell venni, hogy a finnugornak mondott népesség, vagy a nyelve alapján ennek mondott népesség az Európid, Európa-Szibirid és Szibirid etnikai csoportokból tevődött össze, az őseurópai ugyanúgy szállíthatta a nyelvet, vagy a nyelvegyes részeit, mint a Szibirid, és ha abból indulunk ki, hogy a magyarságot ehhez az őseurópai népességhez kötjük, akkor megvan a magyar őstörténelem. Z-645-ös mutáció ez a Kárpát menencében. Mutálódott a, az oroszok szerint, itt látszik, hogy fölmegy északra is, Skandináviába is, megy keletre, észak-keletre is elterjed. Ugye fölmegy az egészen Észtországig, és ott a zsinórliszes kultúra eh, alkotójává válik, amelyet ugye azzal a szintestával szokta kapcsolatba hozni, ami már uránában van és az Andorra De minket, ez a gyil érdekel, hogy az 5000 évvel ezelőtti állapot, tehát erről pofáztam az előbb, hogy itt Moldva és Ukrajna területén, hát a késő tripilia kukuteni kultúrában találták meg, ez már Z93-as mutációt hordozott, ami közvetlenül innen származik, tehát keletebbre vándorol, és elékeztünk oda, hogy már lemegy Kaukázushoz, 4300 évvel ezelőtt, elmegy Anatóliába 4000 évvel ezelőtt, egészen Szíriáig elmegy Anatólia területéről. Aztán, hát itt, 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 van ez a terjedés, ami majd abban makot is eredményezi például, Először nézzük, a keletre felé 4300 éves, az már Baskiriában van, alatta 3800-3600 éves az is de van közvetlenül itt, Tadzsikisztán területén, az már Afganisztán északi része, tehát a Fergán a völgyemről pofáztam, az a 4500-4000 éves állapot, ez megegyezik a Neparácki Endre Nagy Péter vizsgálódásaival, és ennek egy része visszamegy Iránba 3500 évvel ezelőtt, de nézzünk még egy terjedést, lemegy Indiába 3500 évvel ezelőtt. És aztán vannak az ázsiai irányba történő terjedések, 32500 éve, a Mongólia, Mongóliától, történelmi Mongólia, Észak-Mongólia területén, de a mai Mongóliától, e, gyakorlatilag Észak-Nyugatra, aztán be Mongólia területén, 3000 évvel ezelőtt. Tehát ez a magyar ős történet, amit itt az elejjával le lehet köve. Úgyhogy mi most ebben a videóban egy 5900 éves utazást tettünk, és hát a start az kárpát medence a cél, Ázsia volt. És hát persze aztán jönnek majd a visszaáramlások. Szkítákkal, szarmatákkal, hunokkal, avarokkal, magyarokkal. A... Itt még azért elmondanék, hogy az a déluráli szarmatával kevert mezopszkai populáció az véleményem szerint korábban is beérkezett a Kárpát-merencébe szarmataként, nem csak a hunokkal együtt, hanem ez a Krisztus után évszállat, hát ők akik lemarházzák a császárt, és aztán majd a Jászság területéről jazigokat fognak a brit területekre telepíteni a rómaiak, ilyen bérkatonaságnak, határőrnek, féken tartsák a keltákat, keltatörzseket, és ezek viszik a kupaszót az angol, mai angol nyelvbe, mert egyetlen népnek jelenti ez a szó, egyben a koponya tövét, illetve az ivócsészét, mert mi az ellenség koponyából készítettünk ivócsészét, és most köszönném meg a figyelmet.